A nyári szünet idején hiányt szenvednek a gyermekek a természet közeli találkozásokban. Ezt pótolva szervezett horgásztábort a megyei szövetség. Nyári napközis táborban, amit már hagyományosan évek óta rendezünk, itt palotavási tavak mentén, ez évben is meghirdettük, két turnusban közel 100 gyermek jelentkezett, aminek nagyon-nagyon örülünk, és azt hiszem, hogy ez is azt mutatja talán, hogy igen népszerű a horgászat a fiatalok körében. A Szent István Általános Iskola segítségével 46 gyermek tanulhatja meg a vízparti lét alapjait. Télen volt egy horgásszakkör, ezt tovább vittük horgásztáborba. Ezt évek óta ezt mi folyamatosan tehát hívjuk a gyerekeket. A tábornak az a lényege, hogy a gyerekek a szabadidőben kint legyenek a levegőn, a természetbe, és ismerjék meg a természetnek az élményeit, illetve a vizet, a vizet egy óriási értékünk, illetve halfajtákat, horgászmódszereket, meg szabályokat is meg kellene ismerni. Környezetvédelem a legfontosabb. Az ifjú hölgy határozott, már most hiteles céljai vannak, miért is választotta ezt a szabadidős tevékenységet? Én szeretek horgászni, mert jó sok halat szoktam fogni, és hát engem a horgászás ez megnyugtat. A cseperedő fiúk számára ez természetes, a jó társaság a víz közel, inspiráló jövőkép is egyben. Friss levegő van itt a tónál, és sokat szeretek itt pecázni, mert sok hal van benne, és megnyugtat a pecázás. A tábor hétfőn kezdődik, csak nem 4 tucat gyermek ismerkedhet meg környezete szépségeivel, s hogy milyen pillanat is az, ha görbül a bot.